Köszöntöm kedves nézőinket, ez a Heti TV, Heti Jazz című műsor, és már egy nagyon illusztris vendégünk van Szulák Andrea személyében. Jazz énekesnő, filmszínész, műsorvezető, és így tovább, és így tovább. Gondolkodtunk itt a műsor elején, hogy mit írjunk ki, hogy Szulák Andrea, hogy mindezt. Tehát nagyon végtelen lett volna a sor, ezért csak Szulák Andrea maradt. A brand, az intézmény a brand. Köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy eljöttél. Valahol olvastam, hogy te nem vagy igazán jazz énekesnő, akkor hogy jazz is énekelsz? Egyáltalán nem vagyok jazz énekesnő, meg nem vagyok musical énekesnő, meg nem vagyok pop énekesnő, meg nem vagyok operett énekesnő. Énekesnő vagyok, és előadó művész 19 éves korom óta. Képzeld, hogy ez van beírva az első személyigazolványomba, amit véletlenül elfelejtettem leadni a hatóságoknak. Ezt írták be, hogy szellemi szabadfoglalkozású előadó művész. Igen, de ez egy jazz műsor. De azért vagyok én most majd itt. Majd improvizálunk. Egyrészt improvizálunk, másrészt, mert ebbe a tárgykörbe, hogy előadó művész, az én elképzeléseim szerint nagyon sok mindennek bele kell férnie. És az évtizedek alatt, ugyan mi most viccesen beszélgettünk arról, hogy az intézmény, de nagyon sok olyan dolgot volt lehetőségem csinálni, amiben megmaradt az emberek emlékezetében, és amitől én egyfajta felismerhetőséggel rendelkezem. Rossz nyelvek azt mondják, hogy ez a celeb. Uh-huh. Csak én azt gondolom, hogy a celeb az, aki mögött semmilyen teljesítmény nincs, aki arról híres, hogy híres. Én meg arról vagyok híres, hogy ezt is csináltam, ezt is csináltam, ezt is. Ennek is volt haszna, ennek is volt értelme, ezt is szerették a közönségből sokan, stb. De az én zászlómra az van írva, hogy ezt az ismertséget, vagy akár népszerűséget fontos és hasznos dolgok szolgálatába állítsam mindig, minden felületen, minden lehetőséggel, minden koncerten, színházi előadásban, tévés beszélgetésben, stb. Még ha jazzről is van szó, akkor nem, is. És én nekem van egy emlékem a jazzről, veled kapcsolatban és a jazzről, mert hallottam és egész közelről hallottam egy szegedi fellépésedet, ahol tulajdonképpen borfesztivál volt, és nem igazán jazz közönség volt, de mégis jazz standardeket énekeltél, és fantasztikus sikered volt, nyilván a szólt személyednek is, meg a kisugárzásodnak, de mégis úgy tudtad ezt eladni szép szóval, ezeket a örökzöldeket, jazz standardeket, jazz trió kíséretével, hogy nagyon nagy sikered volt, és ezt soha nem felejtem el, mert én, aki, mit tudom, én próbálom a jazz népszerűsíteni ezzel a műsorral is, ez nekem fontos. Az a sokszínűség, amiben én senkinek gondolja, hogy szerénytelenül fogalmazok, de otthonosan mozgok. Tehát ez nagyon sokféle dolog, amit én csináltam. Ez megtanította nekem azt, amit, ha negatív oldalról nézzük, a vendéglátóság. A vendéglátóság az egy rossz ízű, Magyarországon egy ilyen rossz emlékű lecsúszottságot von magával. Én pedig pont fordítva gondolom, én azt figyelem mindig a koncertjeimen, bármilyen koncertről beszélünk, jazz koncertről, operett koncertről, musical koncert, pop koncertről, hogy a közönség mitől fogja jól érezni magát. Tehát én nem magam akarom ott folyamatosan fényezni, nem a műfajt akarom állandóan szidolozni, hanem azt szeretném, hogy azok az emberek, akik azért jöttek oda, hogy engem lássanak, minket lássanak, vagy csak, hogy jól érezzék magukat, akkor azok érezzék jól magukat. Igen, ez egy nagyon jó élmény volt, amúgy említetted a vendéglátót, azt komoly jazzzenészek, a Szakcsitól kezdve a Garai Attiláig, a Csibéig, és most nem ott akarom az egész régi korosztályt felsorolni, mindenki nagy iskolának tartja, és mindegyik művelte, tehát az egyáltalán nem, az én olvasatomban nem pejoratív értem. Egy nagy iskola. Büszke vagyok rá, hogy hát gondolom, meg a standardek nagy részét ott tanultad meg, már bocsánat, hogy közbevágtam. Ez az alap. Igen. De nem csak a standardeket, hanem azt, hogy mindent tudj énekelni, magas színvonalon tudj mindent énekelni, mert ez volt az elvárás. Tehát én nem, a pályafutásomat nem Magyarországon kezdtem, ezt mindenki tudja, aki ismer engem. Ott nem lehettél középszerű, ott nagyon jónak kellett lenni azért, hogy megtartsanak. Vagy azt mondták, hogy lehet hazamenni. Viszontlátás, el lehet tolni a biciklit. Így van. És ezeket az alapokat
amik ott magától értetődőnek számítottak, az idő később mindig magasabb szintre próbálta emeltetni velem. Mert hogy az már nem volt elég. Már nem úgy éneklünk el egy standardet, ahogy elénekeltük 1323-ban, hanem úgy énekeljük, ma már egy kicsit jobban, holnap meg még jobban, aztán meg még modernebből. Na, akkor most meghallgatunk egy jazz standardet, jó? Hosszú forró nyár. Ja. Hosszú forró nyár, együtt voltunk még. Hosszú forró nyár, úgy elfordultál, várlak még, ahogy a nap fényét. Tavassza hívja a mező, és a reszkető virág. Sajnos, hogy elmúlt már a hosszú forró nyár. Tudom, hogy nem kis butaság, gondolok én mégis rád. Hosszú forró nyár, együtt voltunk még. Hosszú forró nyár, úgy elfordult. És a reszkető virág. Sajnos, hogy elmúlt már a hosszú forró nyár. Tudom, hogy nem kis butaság, gondolok én mégis rá. Együtt voltunk még, hosszú forró nyár, úgy elfordultál, várlak még, ahogy a nap fényét. Tavassza hívja a mező, és a reszkető virág, sajnos, hogy elmúlt már. A hosszú forró nyár, tudom, hogy nem kis butaság, gondolok én mégis rád. Várlak még, ahogy a nap fényét, tavassza hívja a mező, és a reszkető virág. Hát amíg várok rá, elfogy a távolság, ki tudja, visszajön talán, még a hosszú forró nyár. Várlak még, ahogy a nap fényé, tavassza hívja a mező, és a reszkető... Kérem szépen, csodálatos felvétel, Gábor S. Pál, Szenes Iván, hosszú forró nyár. És muszáj, hogy elmondjuk a zenész kollégáknak a nevét. Balázs Elemér zenekara, Balázs Elemér dobok, Balázs József zongora, Lakatos Pecek Krisztián dob. Itt nincs gitár. Nem, bőgő. Bőgő, hát azt mondom, hogy bőgő. És Zanazoli szakszofonozott, és Szuglák Andrea énekelt.
Ez egy dupla lemez, vagy hát két lemez csináltatok ebből a magyar, úgymond magyar slágerekből, amiben van régebbi és újabb is. Kinek az ötlete volt? Hogy jött össze ez az egész történet? Elmondanád? Hát ez mert ez egy ikonikus lemez, vagy igen, kettő, illetve kettő, pontosabban. És kezdődő, hogy most elkezdünk majd nem sokára dolgozni a harmadikon, hogy legyen egy ilyen szép kör. Ez nagyon érdekes történet, mert azt hiszem, hogy talán a Budapest Jazz Orchestrával léptem fel egy kecskeméti ilyen jazz fesztiválon, ahol Elemérék is, Balázs Elemér zenekara fellépett, és ők megvárták a mi koncertünket, és meghallgatták. Na most azért az hozzátartozik a történethez, hogy Elemérrel mi nagyon-nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást. Szerintem ők még akadémisták voltak, amikor én a Moulin Rouge-ban egy nagyon rövid ideig énekeltem, és ők írtak is egy dalt nekem, amire én írtam egy szöveget angolul, amit felvett a Magyar Televízió, és valahol megvan valami archívumban. De eltelt közben nagyon-nagyon-nagyon sok év, nem is találkoztunk, és ezen a bizonyos jazz koncerten, ott Kecskeméten, Elemérékben megfogalmazódott a dolog, hogy kéne együtt dolgoznunk, méghozzá egy konkrét feladaton, ugyanis Dés László és Gőz László, hát most már lassan 10 éve, nem tudom pontosan az évszámot, egy rendkívül izgalmas koncertet hoztak létre az operában. Az volt a cím, hogy Jazz is dal az operában. A honi jazz élet krémje ott összejött. Tényleg mindenki, aki egy kicsit is ikonja ennek a műfajnak, az ott szerepelt. Rengeteg nagysággal én ott találkoztam először személyesen. És az Elemérék blokkjának én lettem az egyik szólistája, a másik pedig Emilio. Tehát volt egy fiú, volt egy lány. Két dalt énekeltem, hiszen a zenekar maga is csak néhány dal erejéig kapott lehetőséget. És a koncert borzasztóan jól sikerült, szerintem mindenki rettenetesen élvezte. Majd leültünk borozni a koncert után, és mindenkiben az fogalmazódott meg, hogy ezt kéne valahogy folytatni, kéne valamit csinálni. Vannak ilyen pillanatok. Vannak. És mivel, hogy nem volt a dologban semmilyen erőltetettség, nem volt benne semmi muszáj. Vélszerződés, tudom. A Kovács Feri, tudod, akit láttál. Igen, nagyon szeretem. Elmondhatom a személyes hogy vele nem. A vélszerződés kapcsolatban. Pálinka van ebben, érzem. Nem, nincs nem? Benne, nincs benne. Más szellemi dolog, de nagyon jól esett, és nagyon... Na, akkor folytassuk. Nem, elmondom azért. Hogy beszélgetünk, hogy csinálni kellene egy valamilyen formációt. Mondom, Feri, oké, minden, de nem kell vélszerződés. Azt mondja, mi már 20 éve megkötöttük a vélszerződést. Nagyon jól esett. Ez szép. Ugye szép? Nálunk azért ennyire mélyre nem, jó, hát nem ez, ment ez a dolog. Eszembe jutott, bocsánat. De mégis rólad szól a műsor, tessék. és ebben a finom álmodozásban egyszer csak elkezdtek a dolgok maguktól szárba szökkenni, mert elmentünk egy barátunk stúdiójába, csináltunk egy demót. Azzal én elmentem egy kiadóba, ahol közölték velem, hogy erre soha senki nem lesz kíváncsi, mert az figyelj jól, mert az emberek életérzést akarnak vásárolni, amikor CD-t vesznek. Én ilyenkor megkérdezem, ez most mit jelent? Én értettem, hogy mit jelent. Az illető, aki egy kapucnis pólóba feltett láb, asztalon feltett lábbal beszélgetett velem, mint a kiadó frissen kinevezett vezetője. Szerintem ő egy másik ligában focizott. Szerintem ő már nem is focizik sehol, én meg még mindig tázdal énekesnő vagyok. Még éljünk focit példával? Lehet. Adja magát a dolog. Igen. Úgyhogy... abból a kiadóból aztán kihátráltam, mondtam, hogy jó, akkor itt nekünk semmi keresnivalónk van. És képzeld el, hogy milyen a sors, hogy lett egy kiadó, aki föltette a kezét, hogy ő viszont szívesen kiadná, próbáljuk meg. Még szponzorunk is lett hirtelen valahonnan, és a dolog azért döbbenetes, mert ez a lemez aranylemez lett, képzeld el. Igen. Ennyit az életérzésről. Figyelj, ilyen szájmarketing útján annyira megkedvelte a közönség, hogy amikor elküldte nekem a először a rajongóim küldték el, hogy a Mohasz eladási listáján, ez Madonna utána, nem tudom, hogy eddig, akkor azt hittem, hogy ez valami vicc, hogy most szórakoznak velem. Majd egy fél óra hívott a kiadó, hogy ülsz vagy állsz? Mondom, mit csináljuk, üljek le vagy állsz? Szóval képzeld el, hogy a Mohasz listán ott vagyunk, mint... Madonna megmondta, hát az a szulák meg megelőtt. Ez a Madonna.
Kik hangszerelték a... A fiúk. A fiúk. Csak úgy? Bementek a stúdióba és muzsikáltak. Uh-huh. Tehát kitaláltuk előtte néhány héttel, hogy mik lesz. Nagyon nagy volt egyébként a merítés, tehát az gondolom nem titok. De bementek a stúdióba, és elkezdtek muzsikálni. De egyébként ők így szoktak. Jól van, akkor meghallgatunk még egyet a Deák Tamás szerzeményét. Látod, ez a szerelem. Látod? Látod? Nyári délután néztél csak rám, simogatta csendben két kezem. Gyorsan este lett, én is néztelek, aztán mi volt, nem emlékezem. Látod, ez a szerelem, ennél nagyobb élmény sohasem kell nekem. Nyári délután néztél csak rám, simogatta csendben két kezem. Sétáltál velem erdő réteken, azt mondtad, hogy szedünk ibolyát. Hát egy kis ravasz, nyár volt, nem tavasz, volt ott minden, nem csak szép virág. Látod, ez a szerelem, ennél nagyobb élmény sohasem kell nekem. Sétáltál velem erdő réteken, azt mondtad, hogy szedünk ibolyát. Nem is kell nekünk. Látod, ez a szerelem, ennél nagyobb élni sohasem kell nekem. Egy szó épp elég, két szív, hogyha én mindent mond a szó, hogy szerelem. Azt szeretném megkérdezni, hogy mielőtt elkezdődött ez az őrület, ugye március eleje, március közep volt, mik voltak a fő csapások az életedben, természetesen zenei dolgok? Nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat. Az első... Elmondanád, szerintem érdekli az... Csak melyen szépen kérték. Borzasztó sok koncertem volt, egészen furcsa módon még január-februárban is, és hihetetlen sok színházi előadásom. Tehát egyszerre három színházban játszottam. Játszottam az Operettben, játszottam a Madách Színházban, és játszottam a Játékszínben. Elmondod, hogy miket? Igen, az Operett Színházban egy
csomó szerepem volt, és azért remélem, hogy még lesz is. Például a Mennyasszony tánc című előadást, amit nagyon szerettem, amivel pont tavaly szeptemberben voltunk. A Klezmedékkel, nem? Fegyájékkal, Izraelben. Igen. És nagyon-nagyon jó előadás. Volt Elfújta a szél előadás szintén az operetben, volt Ének az esőben előadás szintén az operetben. Akkor volt egy nagyon, nagyon szerettem azt a darabot a Madár Színházban, a Tanulmány a nőkről címűt. Az is januárban az, az volt egy ilyen film? Igen. De micsoda, a Fényes Szabolcs? Nem csak Fényes Szabolcs, rengeteg korabeli dalt iktattak. Már a filmben, bocsánat. Ja, hát ez lehet. Latinovics énekli a Szeretni Bolondulást. Nagyon-nagyon szeretjük azt az előadást. Illetve a játékszínben hihetetlen sikerrel megy most már szerintem a harmadik szezonja a Menopauza című előadás, ahol Tóth Enikő, Hernádi Judit, Nára Érika és én vagyunk a három vagy négy élemedett korú tini, antik tinik. De hát hülyeskedek nem, mert ez egy nagyon-nagyon fontos és érdekes előadás, nagyon szereti a közönség. Hallom, hogy teltházal megy már mióta, vagy ment. Borzasztóan imádják. Tehát, hogyha most gyakorlatilag heteken keresztül csak azt játszanánk, akkor szerintem akkor is lenne közönségünk. Lehet, hogy túl filozofikus a kérdés, de miért van ilyen nagy sikere a musicaleknek mostanság itt Magyarországon? Vagy ez világtendencia? Nem vagyok egy musical fan, tehát azért kíváncsi vagyok rá. Tehát mindenből csinálnak most, a Teslából, a József Attilából, nem mindegyik sikeres, mert én például hallottam egyet-kettőt, úgy megnézi az ember, kíváncsi, nem mindegyik olyan jó, de... Figyelj, én azt gondolom, hogy hát lehet, hogy nagyon durva lesz, amit mondok, de én úgy érzékelem, hogy a musical az vergődik. Igen, tehát akkor ezt... nem nagyon írtak olyan nagyon ütős, nagyon hatásos, nagyon ikonikus musicaleket, szerintem az elmúlt években. Nekünk szerencsénk volt a Lévai Szilveszterrel, aki írt egy Rebekát, meg aki írt az Elizabetet, de ezek ilyen nagyon itt fontos dolgok. De én úgy tapasztalom, ugye járom én is a világot, hogy nem sok Webber szaladgál a világban. Nyilván lehet izgalmas témákat feldolgozni, most például a Walt Disney mesefilmekből is csinálnak színdarabot, mert hogy nem nagyon születtek újak. Uh-huh. Nem temetem, mert nyilván erre a fajta szórakozásra van igény, de egy picit tudod, ez egy olyan dolog, hogy ahhoz, hogy egy musical igazán sikeres legyen, mint például a Szépség és a Szörnyeteg, ami hosszú évek óta nem csak Budapesten, hanem Németországban is nagyon nagy siker a Magyar Operett Színház előadásában, ahhoz kell egy nagyon komoly szakmai minőség. Ez alatt értem az éneket, a látványt, a táncokat, a rendezést, a szcenikát, és erre nem mindig adottak a feltételek. Értem, de hát ez bármihez kell. Bármihez, egy színpadi előadás, vagy koncerthez, nem? Amiket itt elsoroltál. Sajnos attól, hogy ilyen mennyiségű információ árad a világban, és hogy mindenkinek lehet mindenről szabad véleménye, ettől eltolódtak a minőségbeli alapelvek. Tehát elhisszük, hogy a kutyagumi a szilvalekvár. Ahhoz nagyon bele kell mélyedni egy műfajba, vagy a művészetbe, vagy részletekbe, hogy az ember valóban rájön, hogy ez nem boci-boci tarka, hogy ennél ez sokkal többről kell, hogy szóljon. Manapság összefogdosnak az utcán emberkéket, akik vállalkoznak arra, hogy játszanak egy színdarabban, és akkor ők már sztárok. Azt tudjuk mindketten, hogy a 20-as, 30-as évek musicaljeiből az igazi slágereket a jazzisták azóta is használják. All the Things You Are, All of Me, és így tovább. A filmzenékből, a Moon River, a Breakfast at Tiffany például. Igen, ezt csak úgy mondtam. Igen. Azt akarom megkérdezni, hogy az operett, kicsit elkalandozunk, az egy nagyon sikeres dolog a mai napig. Nem írnak nagyon operetteket, ugye, ha jól tudom. De talán nem is kell. Jó, de akkor az miért olyan sikeres a mai napig? Mi a különbség és mi a hasonlóság a musical és az operett között? Az operett szerintem egy ilyen, megint csak az életérzésre tudok visszaevezni, tudod? Tehát van nekünk egy ilyen nosztalgiánk, a monarchia életérzése, ami
ha csak annak kezeljük, hogy ez olyan szép volt és jó volt, és nem akarunk belelátni mindenféle csodálatos dolgokat, meg mélységeket, akkor az jó. Azt is nagyon jól kell tudni énekelni, játszani, rendezni, stb. Akkor vállalható, és akkor világszínvonalú. Jönnek a kritikusok, hogy mert ilyen cukros, mázos, mert nem igazi. Nem dolga, hogy realitást tegyen az asztalra. Nem dolga, szórakoztatni szeretne, minőségi módon. Én azt gondolom, hogy az operában is vannak olyanok, ami ha nincs igazán jó minőségben színpadra alkotva, akkor kutyaütő. Vagy a jazz. Kanyarodjunk vissza. Tehát jazz is lehet sokféleképpen játszani, de nagyon jól, csak úgy érdemes. Hát persze. És a jazz, azt gondolom, hogy a jazz is egy életérzés. Ha végigveszük a 20. századot, a századfordulótól gyakorlatilag az ezredfordulóig, nagyon-nagyon sok zenei irányzat volt, ami emblémává vált, ami ikonná vált. Itt a kérdés az, hogy ezt meg tudjuk-e őrizni, tovább tudjuk-e fejleszteni, létre tudunk-e hozni majd olyat, amit az utódaink élvezettel hallgatnak. Nekem van néha olyan érzésem, hogy nem biztos. Tehát én 10 éve nem hallottam olyan zenét, bármilyen műfajról beszélünk, amiről azt gondolnám, hogy erre ugyanúgy fognak szórakozni majd 40-50-60 évvel. Különben ebben is igazad lehet, mert itt nagyon sok jazzzenész megfordul, és mindig felvetjük azt a kérdést, hogy hova tart a jazz, merre tart. Ugye beszél sokféle zenét, keveredik, és igazán azok az újítók, mint a Davis, vagy és így tovább, nem nagyon vannak. Azt akartam még most megkérdezni, hogy ugye március 11-től bevezették, azt hiszem, ezt a... Én 13-án dolgoztam utoljára. Na, én 11-én. Mit csináltál az idáig? Hogy telt ez az időszak? Csupa rendkívül izgalmas dolgot. Ez egy történelmi riport lesz, mert ha 5 év múlva megtalálják a YouTube-on ezt a mi beszélgetésünk, vagy a veled való műsort, akkor majd, na mondják, az volt az, amikor a koronavírus lecsapott, és reméljük, hogy soha többet nem jön vissza. Habár riogatnak, tehát mit csináltál? Gyakorlatilag semmit. Az a legjobb. Viszont a tény az, hogy én még életemben nem dolgoztam ennyit, mint amit ez alatt az idő alatt. Rájöttem, hogy egy háziasszony az ilyen 0-24 órás dolog. Mm-hmm. Tehát ott tényleg a mosás, főzés, takarítás, rendrakás, kiszelektálás a felesleges dolgoknak, bizonyos recepteknek a tökélyre fejlesztése. Ismerkedtél a háziasszony? Nem, szakmában. Én nagyon jó háziasszony vagyok. Bocsánat. Én büszkébb vagyok, nagyon jó háziasszony, de most még jobb lettem. És hazudnék neked, ha azt mondanám, hogy nem esett jól egy kicsit csöndben lenni, egy kicsit átgondolni dolgokat, egy kicsit átértékelni dolgokat. Jó volt. Az első 2 hétben csak pihentem. Tehát szinte nagyon el is voltam fáradva, tehát nem is esett rosszul az, hogy most 2 hétig nyugi van. A második 2 hét az olyan ráébredésszerű volt, hogy ajaj, most akkor mi lesz, és hogy ez meddig tart, és hogy meddig tudok kitartani. Igen, igen. Mert hát azért nem áll otthon a párnacihában a tartalék. A harmadik 2 hét az eléggé a kétségbeesésé volt, mert az ember elbizonytalanodott. Nem szólt a telefon, mi? Nagyon érdekes, hogy olyan telefonok, hogy ne, igen, tehát nem szólt, ilyen értelemben nem szólt a telefon, illetve olyan értelemben szólt a telefon, hogy szerencsére azok a munkaadóim, például a színházak, ők kértek és vártak tőlünk, művészektől időnként olyan bejelentkezéseket, ami a közönségünket, a rajongókat motiválják. Láttam, volt is, énekeltél is, azt igen, hiszem. Igen, nekünk meg egy olyan érzés, hogy azért nem vagyunk kikukázva, tehát azért még kellünk valamire. Ez fontos volt. Fontos volt megkapni ezeket a pici lehetőségeket, mert egyébként nagyon nyomasztó volt. Tehát én nem vagyok egy szobaművész. Tehát én nem a 4 falnak szeretek énekelni, játszani, stb., hanem a közönségnek. És ha nincs, akkor folytogató. És lelkileg ez megviselt egy kicsit? Persze, hülye kérdés, de tudod. A szorongás nem jó. Ugye? A szorongás nem jó, viszont arra megint csak ráébredtem, hogy
hogy nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki egy lábon álljon ma, a mai világban. És nem csak itt Magyarországon, hanem bárhol. Tehát az a művész, aki azt gondolja, hogy azért, mert csodálatosan zongorázik, énekel, bőgőzik, bár akármi, kiszolgáltatja magát, mert ebből már... Szerintem ez a helyzet, ez tanulsággal is jár sok embernek, nekünk is, akik ebből élünk. Meg hogy ne tébolyodjunk bele a saját nagyszerűségünkbe. Tehát nem számítanak díjak, nem számítanak elismerések, nem számítanak honoráriumok. Szerinted mindig kell egy B-terv? Nem csak, hogy B, hanem C-terv. Aha. Uh-huh. Jó, most egy olyan zenét fogunk betenni, ami nem jazz, viszont nagyon hozzád kötődik, a C'est la vie. Ja. Én ezt most kiválasztottam, mert nekem ez tetszik, és tudom, hogy van még olyan ikonikus rajzfilmzene, például ugye a Oroszlán király, amit te énekel, meg még van egy pár, de most ezt lejátszuk. Köszönöm. Jó? Azt, hogy ilyen nem volt még, nem nagy ügycsök, te meg én. Mi lenne, hogyha mondjuk elhinnénk, túlélhető az elmúlt idő. Ne félj, soha nincs túl késő. Dés László, zeneszerző és Geszti Péter szövegíró, egy nagyon jó kis filmzene, de volt még, pontosabban azt szerettem volna először megkérdezni, hogy hogy jöttek ezek a filmzenei felkérések, tehát a éneklésre, mondjuk a Oroszlán király, az tényleg úgy volt, vagy az nagyvárosi legenda, hogy az Elton John szerzemény, hogy igen, jól tudom, hogy ő meghallgatta, vagy ilyen? Nem ő szerintem, nem ő, hanem nem a Walt Disneyhez, és a Disney stúdiókhoz el kellett küldeni különféle hangmintákat. Tehát ez nem úgy volt, hogy akkor fölhívott valaki, hogy akkor kedves művésznő, hanem felhívtak engem is, meg még nem tudom hány énekest, hogy énekeljük el ezt a dalt. Kiküldték a hangmintákat Amerikába,
És a mai napig őrzöm azt a válaszfaxot, vagy levelet, akkor még nem volt e-mail, amiben gratuláltak, és mondták, hogy ez nagyon jó, és akkor legyen ez a hölgy. De Oroszlán Gábor hívott, azt hiszem, föl, hogy egy ilyen típusú, ilyen tónusú hang kell ehhez a dalhoz, és akkor én mentem, és akkor énekeltem. És akkor jó lett. Nagyon jó volt. Unokáim nagy kedvenc. Én is szeretem, meg az, igen, meg nagyon sokan. A legszebb, amikor jönnek éltes férfiak, és mondják, hogy hát én a művésznőn nőttem fel, köszi. A másik ilyen, a miniszter félrelépre gondolsz? Igen, arra igen. Hát az szólt, nem? Igen, oda... Jaj, ennek óriási sztoria van. Na, ez nagyon jó. Ez jó. Nem tudtam, hogy van, de éreztem. Képzeld el, hogy volt egy, nem egyszer, többször volt olyan időszak az életemnek, amikor hát nem csöngött a telefon. Ezekben a lejtmenetekben fogalmazódott mindig meg bennem, hogy kell, hogy legyen egy B-terv. Tehát azt nem lehet, hogy az ember otthon ül, rettenetesen sajnálja magát, pénze nincs, megkeresés nincs, jövőkép nincs, és akkor itt megáll az élet, nem áll meg az élet. Valaminek lennie kell. És egy ilyen lejtmenetben egyszer otthon csöngött a telefon, és beleszólt valaki, hogy Lis László vagyok. Tehát majdnem elejtettem tényleg a telefon, mert nekem ő egy nagy ikon volt, tehát egy olyan ember, egy... Hát meg kiváló jazzmuzsikus, és itt kapcsolódik a műsorhoz. Igen, de ráadásul akkor már ő nagyon-nagyon sok olyan látványos dologgal volt előrébb, mint például a Dzsungel könyve, hogy ne menjünk messzire, meg még nagyon sok nagy minden. Nagy utazás talán. Nagy utazás, pontosan. És rövidre fogta a mondandóját, mondta, hogy a stúdióban, ahol éppen dolgozik egy új magyar filmvígjáték zenéjén, javasoltak neki engem, mert kellett egy érettebb női hang, ami mondjuk a Cserháti és a Szandi közötti tartományban van, és hogy ajánlottak neki engem. Szó szerint idézem, ha szabad nemes falak között így beszélni, hogy azt mondták, hogy te olyan jól énekelsz, csak szerintem mindig olyan szarokat. Itt minden szabad ebbe a stúdióban. Ebben nem tudtam nagyon vitatkozni, mert nézőpont kérdése. Igen. De mondjuk nem könnyítette meg azt a helyzetet, hogy én bemenjek a stúdióba, és ott nagyon bátran előadjam a magamért. De így történt, hogy elénekeltem ezt a bizonyos Szelavi című dalt, és hát nagyon tetszett neki. És akkor mondtam neki, Laci, akkor ezt most írhatom a többi közé. Igen. De a mai napig egyébként ez az egyik legkedvesebb dalom, ezt szereti tőlem a leginkább a közönség, meg a New York New Yorkot. Azt nem fogjuk lejátszani. És ez egy nagyon fontos kapcsolódási pont lett közöttünk, mert utána, amikor a Sose halunk meg, igen, egy című music, vagyis egy színdarabnak a zenéjét vették CD-re, a Teréz dalát rám bízta, ott már a Laci, ott már bátrabb volt. Jó, köszi a történetet. Most egy picit váltunk, mert előre kicsit beharangozzuk az utolsó zenét, ami a Budapest Jazz Orchestrával a Beszame Múcsó lesz. Rengeteg, illetve nem rengeteg, de mert nincs is olyan sok, de nagyon sok olyan jazzzenekarra dolgoztál, akik a magyar jazz életnek a meghatározó zenekarai, big bandekkel, a Budapest Jazz Orchestrával, a másikkal, Maóval, a Modern Art Orchestrával, a Molnár Dixielanddel, Budapest lett elmendel, ne adj Isten, hogy ezek megtaláltak téged, vagy egy picit te is próbáltál? Én ezt nem tudom, hogy az hogy kell. Mit? Hogy úgy menni utána. A hát dolog... nem csak ez egy műsorvezető kérdés. Nem. Miért hívtatok el annak idején a Zeneakadémiára engem énekelni? Emlékszel te arra? Hogyne. Hát akkor... Tehát valahogy úgy, miért? De benyitottam a hizébe, és pont nem, rosszkor, mindegy. Nem, de hát oda is ti hívtatok el. Hogyne, persze. Nem is, hogy találkoztunk előtte. Nem, hát... De más mondok neked, tudod, hogy kivel kezdtem én legelőször jazz énekelni? Tomsics Rudolf. Még a Magyar Rádió kis tanonc, akkor jöttem szerintem haza külföldről, és ott dolgozgattam, amikor ő elhívott, és készítettünk felvételeket is a Magyar Rádióban, meg koncerteztünk. Gadó Gábor, Lattman Béla, Tomsics Rudolf, GTL Trio, úristen. Igazából csak azért akartam ezt a kérdést feltenni, hogy lássuk, hogy mennyi mindenkivel dolgozhat. Tehát tulajdonképpen az
nincs is, akivel te nem dolgoztam. Mondjuk biztos, hogy enyhe túlzás, jó, persze, de ezek nagyon jó. Mindenki revelálódik. Nagyon érdekes, mert a múltkor Berkes Balázs volt, akivel a MOM-ban volt egy fantasztikus, nagyon izgalmas koncertünk. Cifra György igen, van az a fesztivál, igen. Kapcsán. És egyszerűen a sors, illetve a szervezője Balázs János, igen, zongora, művész. Ő gründolta ezt a formációt össze, hogy mi a Berkes Balázsral is együtt dolgoztunk, aki azt mondta, hogy ő úgy csodálkozott, hogy én így énekelek. Mondom, miért, mit gondoltál? Hát, hogy ő látott engem a popszínpadon, és hát az nem ilyen volt. Mondom, az a popszínpad, az más. És nagyon tetszett neki az, ahogy énekelek, és mondtam, hogy hát... Na hát, ezt akartam az egészből kihozni, hogy jazz, és hogy mégiscsak jazz énekes vagy. Köszönöm, ez nagy. Azt mondom, hogy ismerem. Azt gondolom, hogy a könnyűzenei éneklésnek a mesterfoka, tehát a magas, sőt azt mondja, hogy a könnyűzenélésnek a mesterfoka, a top grádics, az a jazz. Tehát annál följebb szerintem nincs. Ez nagyon jó végszó, vége az első résznek. Képzeld el, ilyen hamar elment. Önök a Heti TV Heti Jazz című műsorát látták, hallották. Szulák Andrea a vendégem. A műsort keddenként 9:30 adja le a televízió, a Heti TV. Csütörtökön és pénteken pedig ismételjük. Ez az volt az első rész. Veszame Mucho, Budapest Jazz Orchestra, és felhívom a kedves nézőink figyelmét a szám közepén Turkán Péternek a magas hangjaira. Köszönöm szépen, viszonthallás, viszontlátás. Forever and set it all away in my mind.
szeretném.